Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasó vlog lesz, ami 1000 éve nem volt a csatornán, és a mai videóban nem mást fogok olvasni, mint Heather nem tudom kimondani a nevét. Től az Emily Wilde tündér enciklopédiája, ami egy ilyen nagyon kis csini kötet, nemrég jelent meg az Agave könyveknél is, van elfestés is rajta, de nekem a borítója tetszik nagyon. Ez egy recenziós példány egyébként az Agave könyvektől, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm nekik. Már olvastam kemény 22 oldalt a könyvből, igazából csak gyakorlatilag beleolvastam a legelejébe. Ennek a könyvnek alapvetően az lesz elvéletileg a története, hogy Emily Wilde egy ilyen tündérkutató és egy minden tündért átfoglaló enciklopédiát akar írni, amihez már csak egyfajt kell fölkutatnia fönn éjszakon. Kicsit összezavarodtam egyébként, mert hogy én úgy emlékeztem, hogy azt mondták, hogy Izland, legalábbis talán, mintha az a cím kellett volna rajta, Mojon, de aztán a könyvben meg valami Norvégiának a legtetejét írta, szóval most vagy én emlékeztem rosszul valamire, vagy rosszul olvastam valamit. Szerintem a fülszövegben nincs ilyen explicit kimondva. Sarkkör. Ja, hát jó, de Norvégiának is van sarkköre, na mindegy. Nem próbálom meg kimondani a falu neveket, meg a hely neveket, mert nem próbálom, nem. Esélyt sem adok neki, hogy ki tudom mondani. A lényeg, hogy ilyen nagyon fölmegy éjszakra egészen igen a sarkkörhöz, mert hogy ott élnek ezek a lények, amiket ő még fel akar kutatni. Valahogy olyasmi lesz a bonyodalom fülszöveg alapján, mert hogy ott még nem tartok, még csak konkrétan ott tartok, hogy megérkezett. Az fog történni, hogy egy másik professzor is megérkezik, ez a Bumblebee. Miért el, mint hogyha a Bumblebee lenne? Lehet, hogy direkt. És ők így barátok, de amúgy nem is, mert hogy Emily attól fél, hogy el fogja lopni a felfedezésnek a... Mi a neve magyarul? Nem jut eszembe. A babérjait ő fogja learatni. Feltételezem, hogy én úgy emlékszem, ez egy romantikus könyv, szóval feltételezem, hogy de aztán ott az Isten háta mögött végül is nagyon jól el lesznek. Szóval valahogy ilyesmi lesz az történet, de fülszavag alapján mindig kicsit nehéz megmondani, hogy mi az, amit elmond, mi az, amit nem mond el, mi az, ami sok, mi az, ami kevés. Szóval tündéreket kutatunk, és közben majd valami fog történni még. De nekem ez a koncepció elég volt ahhoz, hogy olvasni akarjam, meg nagyon szép is a kötet. Úgyhogy ennyi, úgyhogy ezt fogom olvasni ebben a mai vlogban. Tartsatok velem! Szóval ott tartunk, hogy Emily Wilde, és szerencsére a buszon tudtam olvasni, mert világos volt, úgyhogy hát nem a felénél, de több mint az egy harmadánál tartok a könyvnek. És most már nagyjából van egy koncepcióm arról, hogy miről szól az első, amit megígyeznék, ugye, hogy azt mondják itt hát, hogy Izland tündérmese, ami nem tudom honnan jött, de tényleg Norvégiában játszódik, csak ilyen nagyon Észak-Norvégia, mert még olyan is Norvégia címke van rajta, szóval nem tudom, hogy miért pont izlandi lett, mindegy, lényegtelen igazából. Én kicsit kózibra számítottam ennél a könyvnél, de hogy amúgy ezek a tündérek nem olyan kedves lények, mint kiderült, úgyhogy nem annyira kózi, de nem is annyira nem kózi, nem tudom, ilyen határeset inkább. Amúgy eddig tetszik, meg érdekes, és kíváncsi vagyok, hova fog kifutni, mert úgy tűnik, hogy kuc-kuc. Vagy ebben a városban, amiben játszódik, itt a tündérek tevékenysége olyan erőszakos nagyon, és így Emily, aki alapvetően nem ilyen emberbarátkozós, ez egy hülye szó volt, mindegy, értitek, hogy ő így elkezd törődni az itteni emberek jólétével, mert például az egyik házban van egy ilyen elcserélt gyerek, aki megkeseríti a két szülő életét, akinek a gyerekét elvitték, és rajtuk is tökre szeretne segíteni. És időközben megjött ez a Bumblebee is, a Wendell,
akiről már ugye az egészen az elején Emily mondja, hogy szerinte ő is egy ilyen szerzett. És aztán volt egy ilyen kisebb baleset, ami során ez be is igazolódott, úgyhogy valóban egy szerzett. És rajta van a romantikus címke, azt is megnéztem, viszont még annyira ezen a fronton nem sok minden történt. Kíváncsi vagyok majd, hogy ez hogyan fog alakulni, mert amúgy így kacsingatás látok, hogy mintha valami lenne, meg a valamit lesz, csak még ez annyira nem hangsúlyos. És igazából nagyjából ez az, ami így történt. Most ez lehet olyan kevésnek tűnik így a 120 oldalra, de amúgy egy csomó, én úgy érzem, hogy egy csomó információt kaptam. Végre elkezdtem megérteni ezt az egész világépítést, ami itt folyik. Emily végre el tud indulni jobban a kutatásával, mert megsértette így konkrétan az első nap a város falunak az ilyen főemberét, úgyhogy utána egy kicsit morcik voltak vele, de most már talán így, hogy Wendell jött, aki kicsit jobb ember ismerő, talán sikerült elsimítani az egészet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezek után így merre fog menni a sztori. Eddig amúgy tetszik, és eddig tök jól haladok, úgyhogy nagyon kis büszke vagyok magamra, hogy ez már a második könyv májusban, amit olvasok, és nagyon jó a tempóm. És még, mit tudom én, valami 8-a van ma, szóval 8 nap alatt így egy és egy harmad könyvet mondjuk kiolvastam, az nekem jelenleg ilyen nagyon durván jó teljesítmény az idei évedig dolgaihoz képest. Úgyhogy folytattam szépen az Emily Wilde-ot, és majd jövök a következő bejelentkezéssel. No, hát az a helyzet, hogy befejeztem az Emily Wilde-ot. Úgyhogy nem volt túl sok bejelentkezésem, mert hol voltam, ilyen 150 oldal, 120-150 oldal körül voltam a legutóbbi bejelentkezéskor, úgyhogy utána nem nagyon volt lehetőségem bejelentkezni, és hát lecsusszant a könyv így magában. Ennek a könyvnek a romantikus része nagyon, nagyon elhintve van, és nagyon slow burn ilyen szempontból. Tehát igazából azon a fronton túl sok minden nem történt benne. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt kinevezném ezek után romantikus könyvnek, mert Emily amúgy is így nagyon vak volt az egész dologra nagyon sokáig, meg nem volt róla szó. De amúgy meg cukik, szóval ez, mint megtudtam, sorozat, szóval ennek van folytatása, úgyhogy nem tudom, abból több minden fog-e történni. A másik ugye, hogy kózinak is ki van mondva ez a könyv, nem tudom. Attól függ, kinek mi a kózi, azért ebben voltak elég durva dolgok, szerintem. Nem azt mondom, hogy nem feltétlenül kózi, vagy hogy ez a problémám volt, de nem biztos, hogy az én mércémmel mérve ez annyira tét nélküli kózi lett volna, mint mondjuk egy legendás latték, amiben szintén azért volt tét, de hogy nem tudom, valahogy ez nekem így nem érte el azt a szintet. Szóval én nem mondanám kózinak, de nekem ezzel kifejezetten nem volt igazából problémám. A fantasy része nekem teljesen rendben volt, meg egyébként a karaktereket is nagyon szerettem, meg azt, hogy így Emily a kötet végére nagyjából megtanult kicsit valahogy jobban interaktálni emberekkel, és kicsit kötődni is hozzájuk, ami így tök cuki volt, mert ugye onnan indult ki az egész sztori, hogy ő így nem... Ő abban jó, hogy tanulmányozza a szerzeteket, de hogy emberekkel nem tud normálisan kommunikálni. És hát végül is a kötet végén a nagy nem fordulat, de hogy a... Hát minek nevezzem azt? A legnagyobb bonyodalmat végül az okozta, hogy segíteni akart a városon, vagy falun. És ez okozott némi problémákat az egészben. De hogy alapvetően nem úgy happy endes volt, meg olyan túls, nagyon-nagyon rossz dolgok nem történtek benne, szóval nem mondanám nem kózinak is, csak nem tudom, nekem ez ilyen határeset, hogy most akkor mitől kózi, vagy mitől nem.
Vendelt imádtam egyébként, mint karakter, szerintem zseni volt. Ugye a Bumblebee professzor, imádtam, az az egész karakter nagyon jó volt, és ugye ebből a szempontból ez a könyv egy ilyen Grumpy Sunshine kombó volt, csak ugye a Grumpy az az Emily volt, a Sunshine meg a Vendel. Úgyhogy ezek után egyébként nem tök kíváncsi vagyok ennek a könyvnek a folytatására, hogy egyrészt hova megy tovább, meg hogy milyen lesz. Kicsit hirtelen éreztem a végét, mert mint hogy ilyen hirtelen lezártnak éreztem a végét. De tekintve, hogy sorozat és nem egy önálló kötet, valahol úgy érzem, hogy nem annyira problémás, de hogy így az utolsó fejezet az nekem túl rövid volt. Szóval még egy pici elvárást vártam volna, mert a falusi részt, a kutatás részét azt szerintem nagyjából így összecsomagoltuk, viszont a konferenciás fejezet, ami kb. Két oldal volt, ott bennem maradt egy pici hiányérzet az egésszel kapcsolatban. Igen, de igazából ez lett volna az Emily Wilde, a tündéres része, az szerintem itt tök érdekes volt, főleg miután én nagyjából megértettem, tehát azért kellett hozzá idő, hogy akkor most hogyan is kell elképzelni így a tündéreket ebben az univerzumban úgy nagyjából, és aztán ugye egyre többet tudunk meg róluk, meg így az egészről. Ugye vannak a pici tündérek, meg vannak az emberi kinézetű tündérek, szóval maga a koncepció is érdekes volt számomra, de jelen pillanatban nem tudom elképzelni, hogy mint sorozat ez hova tud tovább menni, ha csak meggondolom, még valami más lehet kutatni, vagy valahol még lehet probléma a tündérekkel, és akkor azért kell máshova menni kutatni. Ja, jó, hát oké, ugye az lehet ugye folytatás, hogy ugye Vendel keresi a kaput, ajtót vissza a saját tündér királyságába, ahonnan az ő mostohanyja gyakorlatilag kirúgta. Ugye, mert nem szoktam spoilermentesen vlogolni, szóval igen, amúgy Vendelről ugye kiderül, hogy tündér, de szerintem ezt már az előző bejelentkezésnél is mondtam, csak hogy előkelő tündér ráadásul. Igen, úgyhogy gyanítom, hogyha, mert talán három részt láttam róla megjelenve a sorozat cím alatt, úgyhogy gondolom azzal folytatódik, meg talán a romantikus szállal. De már láttam, mintha azt láttam volna az Agavétól, hogy írták, hogy hozzák a második részt, úgyhogy amiatt egyébként én tök izgatott vagyok, mert nagyon kíváncsi vagyok így a Emily meg Vendel kapcsolata, hogy hova megy tovább, így ebben az egész köntösben, amiben ez a könyv tálalta a dolgokat, mert úgy tündéreket elvileg nagyon felfedezni nem lehet, mert elvileg már így mindent feltérképeztek, de hát ugye tudományos területen ez bármikor meg lehet cáfolni, és lehet újakat. Ja, és nem értem még mindig, mert a varázslatos izlandi tündérmese, ha Norvégia végét, vagy Norvégia tetején játszódott, na mindegy. Ja, ezen nem fogok fönnakadni most. Úgyhogy ez lett volna az Emily Wilde tündér enciklopédiája, és még egyszer köszönöm az Agavi kiadónak, hogy biztosították számomra ezt a példányt. Nem mondom, hogy kifejezetten nagyon kózi könyvet keres valaki, akkor érdemes, talán, hogyha a kózit a legkevésbé nem kózi szinten vagy. Én nem mondanám annyira kózinak, de ez mondom személyes megítélés kérdése, de amúgy meg nagyon tetszett. Úgyhogy. És végre visszalendültem az olvasásba, mert ezt is kb. Egy hét alatt olvastam ki, ami nekem jelenleg egy nagyon jó sebességnek számít. Úgyhogy több nap is volt, amikor nem jutottam el odáig, hogy egyáltalán olvassak bármennyit is a könyvből. Ha esetleg ti is olvastatok a könyvet, akkor kommentben írjátok meg, hogy nektek mi volt a véleményetek róla. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!